Sziasztok, Stella vagyok, és ez a Skyrim sorozatom 74. része. Ez az ember itt mellettem, Ultred. Na most, először gyorsan annyit, hogy itt vagyok Falkret előtt. Ezt a küldetést akarom megcsinálni, ez a beszélj Loddal. Ez igazából az a küldetés, amikor kérdezték az őrök még jóval sokkal korábbi részben, hogy láttam-e egy kutyát, mert hogy Lod keres valami kutyát. És hogy mondtam, hogy nem láttam, és hát ugye nem is foglalkoztam vele, mert egy másik küldetést vittem tovább. De most akkor arra gondoltam, hogy hát bemegyek Falkredbe, és akkor megismerkedünk ezzel a helyen, meg megcsinálom ezt a kutyás küldetést. De mindezek mellett azért el kell mondanom azt is, hogy mi mindent csináltam videón kívül. Először is feljavítottam a páncélomat. 60 valamennyi volt. Most 74-es, de hogyha ezt fölveszem, akkor 93-as. Szóval nagyon hát hatalmas lett. Ez több vagány, meg minden. Másik dolog az, hogy felerősítettem Ulgerdnek az ében dolgokat. Tudjátok, találtam ében sisakot, meg ében csizmát. Én ezeket pompásra felnagyítottam. Ében csizmába raktam 16% tűzzel szembeni ellenállást. Ében sisakba meg íjászat, ízébizét, mert hát más nem tudtam. És vettem neki egy ében páncélt. 21 ponttal növeli az egészségét. Szóval ez szerintem nagyon kis vagány. Lehet, hogy várhattam volna, míg valamelyik miniboss dob egy ében páncélt, de nem volt kedvem megvárni, úgyhogy megvettem. Én magamnak, és egyedül a penge a páncélkesztyű maradt nála, tehát még ebből hiányzik az ében. Illetve ében íjat is adtam neki, hát hogy nyilván jobban sebez, mint a korábbi törp íja. A fegyverét viszont nem nagyon tudom leadni, mert ennél jobb, tehát hogy az, hogy én 25 pont villámsebzést rakjak a fegyverében, nincs annyi bővülési erőm. Szóval a max erőm az a 10 pont villámsebzés. Úgyhogy ezért ezt nem cserélem le, mert ezzel jár a legjobban. Igen. Vagyis azért néz ki ilyen brutálul a csaj, mert adtam neki az ében dolgokat. Én a üveg dolgokat várom, mert azt hiszem az üveg a legerősebb a könnyű páncélban. Igen. Mit akartam én? Nem akartam még valamit mondani? Nem tudom, lehet, hogy csak ennyi volt. Hát, oké, este van, kiki nyugalomba, addig, amíg várakozunk, addig szerintem lehet mással is foglalkozni, úgyis érdekel ez a Falkret, Falkret, vagy micsoda. Menjünk be a... Oh my God, a fogadóba, és kérdezősködjünk a helyi küldetések felől. Come on in. Let me know if you need anything. Take a seat by the fire and I'll send someone over. You're going to have the men around here wrapped around your finger in no time. Oh, Chris. Welcome to Dead Man's Drink. Folks have gone missing the past few weeks. Word now is that our hunters are gone too. Say, if you're traveling, could you keep an eye out for them? Balder and his men, I think they were after Bear up north. Várjál. Ja, Valdr. Nem Vald. Valdr. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. Mert tudjátok, hogy a egyebekben még az van, hogy Vald adósságáról kell beszélnem, de oké, okay, csak Valdr. Oké. Okay. Ezt felvettük, ezt a küldit. Te ki vagy? Oh, did you need something? Nem, köszi. Gyűjtögetek egy kis küldit, ha már itt éjszaka közepe van. Ó, Istenem, te nő!
Úristen, te félelmetesen nézel ki. Miért vannak neked jobb cuccaid, mint nekem? Hopp. Már megint megálltál az ajtóban. Miért mindig az ajtóban állsz meg? Ez milyen könyv? Semmi érdekes. Ó, anyám, félelmetes vagy. Ében fegyverek is vannak, amit rá neki adhatnék, csak ugye, amint mondtam, nem tudok magas minőségű varázslatot belerakni. Gondoltam arra, hogy majd videón kívül gyakorolgatok egy kis bűvölést is, hogy magasabb szintre rakjam azt is. Meglátjuk. Mit szólnátok, ha nem a lodos küldetést csinálnám meg, mert most este van, mondjuk simán aludhatnék egy sort. Mik vannak erre? Loda Kovács? Te mit csinálsz? Mondd, hogy nem jön sárkány! És megint mindenki meg fog halni, mondjuk inkább este jön sárkány, amikor az emberek alszanak. Barak. Oh my goodness, micsoda nevek, ilyen sír dolog. Mondjuk itt van, azt hiszem, valahol egy temető, csak nem találom azt a temetőt így hirtelnyébe. Mit szólnátok, ha csinálnék egy égderítést? Hogy ne essen az eső, köszi. Hol van? Oké. Okay. Én úgy emlékszem, hogy erre kellene lenni egy... Holtak csarnoka. Egy temetőnek. Itt a közelben. Arkaj. Hát elég fura egy templom. Igazából semmi különös, csak van egy szentély. Meg ez a fickó. Strangers like you bring war. Hát kösz. Ennyi? These graves hold the sons and daughters of Fung. Melyik sírokban? Na jó, mindegy. Én úgy emlékszem, hogy itt a temetőben is van... Mi van? Adott egy küldetés. Csak hol a temető? Ó, itt van. Na mindegy. Majd máskor foglalkozunk ezzel. Akkor legyen az, hogy megkeressük őket. Remélem nincsenek messze. Ó, de messze van, akkor nem keresem meg. Akkor alszunk egyet. Hány óra van? 3:40. Ó! Oh. The god Arkay was once like us, bound to winding mortality. But he willingly gave up this existence, that we might better understand the vagaries of life and death. It is through the ebb and flow of this cosmic tide that we find renewal, and in the end, peace. May the spirit of Lavinia and all those who have left this world and its suffering know the beloved serenity of Aetherius. And may we one day rejoin them in eternity. Kust is responsible for the cemetery here in Falkland. I take care of the shrine.
Aya. They came into our caves light after the Great War. So many died by my hands, my magics. I'm fortunate that Kust and the people of Falkwith have come to accept me as one of their own. Could you do an old elf a favor? I misplaced my journal in a cave I was exploring. I'll pay for its return. Blessing of Arcady for your help. Mm-hmm. Oh, merciful Arcady, no. I'm too old and frail, and this graveyard is too large. Kust is my assistant. He helps me tend the headstones and keep our cemetery clean, as befits a place of rest. That journal means a lot to me, if you find it. A sad time. Our daughter. Our little girl. If you hadn't seen her tenth finger. She was. He ripped her apart. Like a saber cat tears the deer. We barely found enough of her to bury. Sinding came true as a laborer. Seemed like a decent man. He's stewing in the pit while we figure out what to do with him. If you've got the stomach to look at him, what could drive a man to do something like this? Igen, szerintem tudom. The cemetery is ancient. It's been here longer than the town. I'm no scholar, but I know that a lot of battles have been fought here over the course of history. After each battle, more dead were buried, and the graveyard got bigger. I heard it's now the biggest graveyard in Skyrim. Yes, and I couldn't tell you why. My wife and I think there's some dark magic at work. Perhaps Arkay's influence is strong here, and he likes to keep it this way. Just don't understand what kind of my man does Matthias that. My husband Matthias and I tend Corpse Light Farm. Falkreath is a hard place, and tending a farm here is thankless work. Hát igen. Jó van, szereztem két küldit. Ja. Meglesem, hogy miket is kaptam. Igen, az... hoppá. Erre én már jártam elvileg. Oké. Okay. A másik az meg a holdfény átka az... igen. Legyen ez. Legyen ez. Ugye az itt van. Ja. Mondjuk pont nem erre számítottam már, mint... Nem tudtam, hogy ez a küldi itt van. Kecske! Come to gawk at the monster. Believe me, it wasn't anything I ever intended to do. I just lost control. I tried to tell them, but none of them believed me. It's all on account of this blasted ring. This is the ring of Hersey. I was told it could let me control my transformations. Perhaps it used to, but I'll never know. Hersing didn't care for my taking it, and threw a curse on it. I put it on, and the changes just came to me. I could never guess when. It would be at the worst times, like with the little girl. I don't suppose there's a point in keeping the secret if I'm going to die in here anyway. I'm sure you've heard of men who shift to beasts under the influence of the moons. I am one of them. A werewolf. It's my secret and my shame. Én is az vagyok. That's why I wanted the ring.
It was said to give men like me control. Now, I may look like a man, but I still feel the animal inside of me as strong as ever. I had just come into Falkreath. They needed some help working the mill, and I thought that would be something safe, something I could do. When I saw the little girl, I was just... I could feel it coming on. I could taste it. I needed to hunt, but this pitiful, limited body wasn't meant for hunting. Slow, no claws, weak, mashing teeth for shoeing cud. I held in my rage as long as I could, but it boiled inside of me. She looked so fragile, helpless prey, and then I feel terrible about what happened, about what I did. It would probably be best for everyone if I just went away. Do you not know the Daedric Lord of the Hunt? He revels in the chase, and also gave the gift of Lycanthropy. Yeah, a powerful force not to be crossed, as I learned too late. I've been looking for a way to appease Hersing. There is a certain beast in these lands, large, majestic. It's said that Hersing will commune with whoever slays it. I tracked it into these woods, but then I had my accident with the child. I want to beg his forgiveness, give him back the ring. But while I'm stuck in here, the beast wanders freely. Oh my, you would do this for me? Here, take it. I don't want anything to do with this wretched thing anymore. Seek out the beast. He wanders these woods. Bring him down, and the Lord of the Hunt shall smile on you. I wish you luck, but you leave here while I still have my skin. Should our paths cross again, I will remember your kindness. Farewell. Simán kimászik. Hello. You were talking to that murderous savage, and then he escaped. Semmi. What are you hiding? Gotta keep my eyes open. Damn dragons could swoop down at any time. Yeah. Hát valószínűleg, hogy az a hatalmas valamicske, az, akit el kell pusztítani, az ő maga. Na most reggel van? Mennyire van reggel? Annyira nincs, hogy beszéljek Loddal, nem igaz? Mindegy, nem érdekes. Hova kell menni? Hát jó, elsétálgatunk oda. Ugye megkaptam ezt a... Én, amikor végigvittem ezt a küldetést, nem voltam vérfarkas. Tehát nem csináltam meg a bajtársas küldiket. Ja, hogy eleve már rajtam van. Ja, és nem tudom levenni. Hoppá! Oké. Jó van, hát akkor meglátjuk, mi lesz ebből.
Ezt miért kéne lelőnöm? Erre nem is emlékszek. Herkin. Well met, Hunter. I am the spirit of the hunt. Just one glimpse of the glorious star that your kind calls Hercene. I may consider it. But you must first do a service for my glory. The one who stole it has fled to what he thinks is his sanctuary. Just as a bear climbs a tree to escape the hunt, but only ends up trapping himself. Seek out this rogue shifter. Tear the skin from his body and make it an offering to me. There is no retribution in the hunt. It is not vengeance I seek, but the blood course of a living hunt. There are others who would gladly accept my favor. They will hunt him while you delay. Your choice. Mhm. Mi? Oh my goodness. És komoly? Oké. Hát jó. Hol a társa? Hoppá, ez mi? Okay. Jól van, hogy jutok át. Mindig ezek a magas hegyek, nehogy véletlenül hamarabb oda jussak, ahova kéne, mert kerülgetni kell. Ez mit ilyen? Na, szia, itt vagy. Még mindig lejjebb. Csak hol a bejárat? Jaj. Itt. Néha csekkolnom kell majd a társamnak a fegyvereit, mert ott is lemerül. Don't see that every day. Has the blood? Oh, először is vérgyűjtése. Called you, fellow hunter. Oké, semmi érdekes. Has the blood moon called you, fellow hunter? The prey is strong, stronger than the hunters. But more will come. Bring him down for the glories of Lord Hercene. Come.
De jól néz ki a hely. Jól van. Ez is de jól néz ki. Van itt valami? Ó, igen. Vágja. Oké, hát elindulunk erre. You. Why? Never thought I'd see you again. And I would deserve it, wouldn't I? I can't stop you if that's what you want to do. Pursing is too powerful. If you spare me, I can be a powerful ally to you. And I would promise to never return to civilized life. I know now that I can't live among people. Thank the gods. Now let's deal with these other hunters. We hunt together. Me? 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 Én nem ezt terveztem. Nem tudom visszacsinálni. Csak azért, mert azt mondom, hogy... Na várjál már. Never thought I'd see you again. Tényleg azt akarod, hogy... És mi van, ha megöllek? Nem fogok vadászokat ölni. Hol vagy? Szórakozol velem? Én nem akarok careful lenni, meg akarlak ölni. De nem megy már el. Glory shall protect you from all this world's grievances. Good hunting. Nézzük meg, mi az, amit... Úgyse fogom használni, biztos, hogy nem fogom használni. Könnyű pénzem. Hát, ahogy csak legyen, ha. Hát, ez nagyon vagány, de inkább ezt mondtam. Köszi. Hoppá, nem ezt akartam. Hát, mindenki meghalt végül. Így is jó, nem? És mi van a... Azt a gyűrűt elvették. Ja Isten, mennyit kellett rohannom. Pedig volt egy csomó hely. Au, miért ilyen a... Honnan jöttem? Volt egy csomó láda, csak a nagy üldözésekbe. Kikerülgettem őket.
még neveik is vannak. Ja, nem innen jöttem? Ja, de innen jöttem. Oké. Erre indultam el. Itt beszélgettem a fickóval. Valamerre kell lenni a ládának. Itt futottunk. Viszonylag együtt. Aj, itt a láda. Ébentőr! Ma mindenből van ében. Komolyan. Aztán itt tovább mentünk. Nincs semmi érdekes. Ezek a fényváltozgatások tiszta idegesítőek. Hát végül mindenki meghalt, sok értelme volt. Ez egy kód. Nem fogom életben hagyni. Én nekem az rémlik, hogy... Olyasmi rémlik, hogy nekem azt mondta a farkas, hogy élvezte, hogy megölheti őket, meg nem tudom mi, és hogy ezért döntöttem úgy, hogy akkor megölöm, mert mi az, hogy élvezte. A kis rohadék. Tehát így ez volt bennem. De mégse ezt mondta, és ezért, mivel nem ezt mondta, ezért éreztem azt, hogy akkor ellenkedem. Na mindegy. Csak aztán erre megszól, hogy öljük meg együtt a vadászokat. Hát anyukád, inkább fussál el, menjél el, éljél nyugodt életet. There's a cave here. Miért ilyenkor mondja, amikor már tök vége? Jól van, mi történt? Megcsináltuk, igaz? Igen. Megcsinálom még ezt is. Aj, miről beszélsz? Ilyen ellenség. Ezek birodalmiak. Imperial business. Kiszabadíthatnám. Ne, nem akarok. Na. Nem tudok. Mert ott van. Bocsánat. Rohangálnak ezek. Na mi van? Utazhatok már végre, vagy még mindig nem utazhatok? Mert ott van az a sárkány, de nem is támad. Na végre.
Gyere, menjünk. There's a cave here. Perfect hideout for. Get ready. Trouble ahead. Csárkány, vagyis lehet, hogy találunk majd valamit, amit lehet bányászni. Azta! Azta! Ez most komoly? Egy lövésből meghalt? Ilyet még nem pipáltam. Mondjuk egy sima troll csak, de akkor is. Az mi? Na, nincs semmi érdekes. Honnan jöttem? Na most nehogy már visszafele haladjak. Igen. Még mindig van troll. Jó, de szép véres vagy. Úgy tudom, északi, igen, északi nyillal lövöldözök. Hát ez fura. Hogy lehetek ilyen erős? Ez hova visz? Sehova? Mik ezek a hangok? Oh my goodness. Hozzá rám itt a szívintét. Hú, de szíven találtam. Jaj, ne ilyenkes már. Még mindig? Mármint, hogy még mindig van út. Hol a következő troll? Az orkvér is megvan már. Az egész jó.
gondolkodom, hogy... Itt van ez a... 93... Vagy várjál... 30-as... Ez meg 25-ös. Ha én ezt felerősítem, nagyobb lesz, mint ez? Nem igazán értem. Jó van. De nem jártam mindenfelé. Na, mindegy, nem érdekel. Itt tovább megyek. Ó, te jó anya. Már régóta nem írtam bejegyzést ebben a naplóban. Kicsit szégyenkezve vallom be, hogy amikor ismét levetem a pontról, majdnem megfulladtam a rám szálló porton. Nem sok mondani való van, talán csak annyi, hogy megint szörnyű rémálmom volt a háborúról. Azt hiszem, ez gyakori azok körében, akik test közelből éltek át egy ilyen borzalmat. Már attól is kicsit jobban érzem magam, hogy ezt leírtam. Ma érkezett egy levél a férváktai Andorstól, melyben meghívott magához. Szerintem el is megyek, már régóta nem jártam abban a városban. Egyedül a Talmortól tartok kicsit. Azt hallottam, hogy ők és az ügynökék egész Ékoszó területén képkednek és talos imádói után nyomoznak. Nem szabad nagy figyelmet felhívnom magamra. Fehérvágtai utamból visszatérve arra lettem figyelmes, hogy itt alig nyílnak a virágok. Ékoszó más területeit haragos vörös és zafirkék, bimbók, borítják, de erre felé még a városon kívül is alig látni ilyen növényeket. Elhatároztam, hogy ezen változtatni fogok. Néhány száz színes virág igazán feldobná ezt a nyomasztó helyet. Talán Tekla tud ebben segíteni. A nap nagy részében Lodot vigasztaltam, aki most kapott hírt unokatestvére Grimbotr haláláról. Fiatalkorukban nagyon közel álltak egymáshoz, és Lod italozás közben sokat mesélt gyerekkori emlékeikről. Nagyon megható volt, ugyanakkor kis keserűséggel töltött el. Egy kóborházaló járt ma Fealkradban, vettem tőle néhány füstölőt. Derék északi fiatal embernek tűnt, aki az apja nyomdokaiba szeretett volna lépni. Úgy emlékszem, Volbjörnnak hívták. Néhány nappal később az egyik városőr az út mellett egy levegőben körözött döggevő madárrajra lett figyelmes. A fiatal Volbjörn holtteste felett a repdestek, aki egy bandita támadás áldozatául esett. Eléggé szíven ütött a hír, pedig nem kellene ennyire. Élet és halál, növekedés és átalakulás, az évszakok váltakozása, ezek mind a mindenható arka ismertető jegyei. Nem kellene egy fiatalember halálának ilyen hatáson mennie ránk. És mégis. Sok vándor jár mostanában a városban, mindig mesélnek más vidékek nyári tündökléséről. Ezek az ékoszorúi év legmelegebb napjai. Itt Falkradban azonban csak ködöt, homályt és esőt lát az ember. Errefelé az idő mindig hűvös, nyírkos, és az évszakok változása alig érzékelhető. Szolaf ma feltett néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Szerinte a holtak helyén, mint például a nagy temetőnkben, arkai uralmának teljesnek kellene lennie. Az évszakok ura munkájának azonban nyoma sincs itt. Próbáltam a lehető legjobb választ adni. Elmondtam neki, hogy Falkrat valóban arkai nagy hatalma alatt áll, ő csupán komornak és burusnak szándékozik tartani ezt a vidéket. Remélem legalább a részben igazam volt, de ki is ismerhetné egy Isten gondolat menetét. Megint a háborúról álmodtam, de ezután más volt. Az volt a feladatom, hogy egy kis csapat Admeri csatamágost vezessek, ja Admeri, birodalom szívébe. Amikor közel kerültünk a célponthoz, egy Shaedin Hali ellátmányos raktárhoz, az ég hirtelen elsötétült. Hatalmas árnyék vetült ránk, és rettenetes vérfagyasztó morajlást hallottunk. Valami olyan hatalmas és sötét repült felettünk, ami a napot is eltakarta.
Aztán változott a helyszín. Itt voltam Falkradban, és éppen egy nemrég elhunyt ember emlékére tartottam istentiszteletet, de már nem tudom felidézni, ki volt az. A szemem sarkában egy idegent láttam közeledni. Odafordultam, de ismét árnyéket ült rám. Megint hallottam a morajlást, és aztán felébredtem. Azt szerintem én voltam. Most, hogy visszagondolok az álmomra, nem hagy nyugodni a kérdés, vajon egy sárkány volt az? Miért álmodnak olyan teremtményről, amit még soha nem is láttam? Akkor olyan valóságosnak tűnt, de már kezd homályba veszni az emléke. Nem tudom, mit jelenthet ez, talán semmit. Végül is, ha belegondoltok, kezdett jönni egy sárkány arrafelé, de végül leléptem. Vov! Ez nagyon tetszik. Jé, itt van egy. De üres. Nincs erre egy dög. Vagy nem néztem múltkor jól körbe itt? Ja, nem néztem múltkor jól körbe itt. Jó hosszan tudok fogalmazni néha. Futás! De szép vagy. Na hát akkor menjünk vissza. Ide. Goost is responsible for the cemetery here in Falkland. I take care of the shrine. Thank you. It's a collection of regrets that I try not to forget. Here, I promised you this. Hát köszi. Life is far too short, my friend. Don't waste it. Te ki vagy? Remember, you're that new member of the companions. So, you what? Fetch the mead? I was young Me? Once. But I was encouraged to step down when I took sides with the Stormcloaks. It was an imperial plot, I tell you. Mind what you say. Be mindful. My maid Tikla has been known to pass information to that pompous nephew of mine, Sidgir. Aye, not so long ago. Some will tell you I stepped down on account of my old age. Truth is, I found out about all the Imperial spies crawling around Falkreath. A few well-placed bribes, they bought themselves some friends. Suddenly, nobles are calling for a new Jarl. And all the while, their pockets are jingling with the sound of Imperial septons. They named me Thane. They got my nephew Sidgir in my place. A real friend to Cyrodiil, that one. Well, not against me, against all of Falkreath. Those Imperial bastards are spying on every one of us. Last night, I saw Laud the Blacksmith writing a letter. Probably sending word to Solitude and General Tullius. Are you loyal to Skyrim? Break into Laud's house and get that letter. Milk drinker. Mark my words, I'll be Jarl again. Ja, oké. Hát na, ez akkor most így ennyi volt mára, legalábbis erre a részre. Remélem, hogy hogy nézzek rátok. Szóval, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!